Most novemberben ünnepeljük a Petőfi Ház megnyitásának 111. évfordulóját, és ennek apropóján beszélgetünk a Petőfi Házról és a Petőfi Társaságról, illetve a Petőfi Kultuszról. Talán első körben azt érdemes tisztázni, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak tulajdonképpen milyen köze is van a Petőfi Házhoz, mennyiben előzménye a Petőfi Ház a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. Tulajdonképpen a Petőfi Ház egy elődintézményünk, és ezt a tradíciót, ezt mi próbáljuk őrizni. Tehát egy olyan előképnek tekintjük, ami a mi feladatainkat is megszabja. Ugye ez egy nagyon különleges muzeális intézmény volt, egyszerre bemutatóhely, egyszerre tudományos kutatóhely, és ami talán a legérdekesebb, hogy közadakozásból jött létre. Az irodalmi muzeológia megalapozása tulajdonképpen a Petőfi Társaság, a Petőfi Ház tevékenységével kezdődött, hiszen az a gyűjtőkör, amit ők kijelöltek a maguk számára, a Petőfi Ház számára, hogy gyűjtik a költők, írók kéziratait, könyvtárát, fordításait, róluk készült alkotásokat, képzőművészeti alkotásokat, tárgyakat, személyes használati tárgyakat, folyóiratokat. Ez mind a mai napig a Petőfi Irodalmi Múzeumnak is a tevékenysége, osztályokra, tárakra osztott feladatköre, és tulajdonképpen a gyűjteményeink ezekre a funkciókra alapozódtak. Azok az úgynevezett irodalmi múzeumok, amik ma a világban működnek, az többségében kétféle profilúak, tehát egyrészt van az archívum típusú, mondjuk így, hogy irodalmi múzeum, tehát ami elsősorban kéziratokat és könyvtárakat gyűjt, feldolgoz, textológiai munkát végez, és vannak az emlékházak, amelyek a tárgyi hagyatékot mutatják be, és elsősorban a nagy közönségnek szólnak, adott esetben turisztikai látványosságok. A Petőfi Irodalmi Múzeum ugye ötvözi ezt a két tradíciót, és ennek a gyökere talán például a Petőfi Háznak a proféjában rejlik. Míg a világban mondjuk Shakespeare, vagy Goethe, vagy Schiller, vagy Dante esetében olyan házakban hoztak létre emlékhelyeket, ahol született, többnyire született az alkotó, vagy hosszabb ideig élt. A mi esetünkben egy olyan épületben hozzák létre, ahol soha nem járt Petőfi Sándor. Mégis a szellemét megpróbálják megidézni, és ennek a szellemidézésnek egy különleges formája, hogy a Petőfi Ház felépíti a kiskörösi szobának, ahol született Petőfi, a mását. Tehát, hogy a születés és mondjuk a halál a kultusznak egy nagyon fontos része, ezt ők egy térben tulajdonképpen lejátszák. Hogy jönnek civilek ahhoz, hogy egyfajta irodalmi tevékenységet, vagy egy irodalmi klubot hozzanak létre, hiszen az akadémia és a Kisfaludi Társaság az teljes egészében lefedi ezt a szférát. Ugyanakkor az is tény, hogy az akadémia ülései és a Kisfaludi Társaság ülései az 1860-70-es években konganak az ürességtől. Tehát olyan tudományos előadások hangzanak el, amelyek ma olvasva igazán izgalmasak, a korabeli közönség azonban nem volt vevő rá. Tehát a szórakoztatásnak, az ismeretterjesztésnek, az irodalomhoz való kapcsolódásnak, az olvasás népszerűsítésének, és hát nem utolsó sorban Petőfi és ennek a korszaknak a népszerűsítésének az egyik origója volt a Petőfi Társaság. Nyilván azok az eszközök, amivel ezt megpróbálták elérni, ezt a népszerűsödést, az nagyon sok kritikát váltott ki, tehát akár a vidéki, ma Hakninak nevezhető körutazások, akár a serlegemelő vacsorák, akár a társasági eseményé bővülő ebédek, tehát nyilvánvalóan itt egy nagyon széles spektrumról és eszközrendszerről van szó, amit a tudományos élet egyszerűen elutasított. Petőfi halála után hosszú ideig nem lehetett beszélni a költő emlékéről, ezt tiltotta az akkori önkényirodalmi korszak követelményrendszere,
De már mégis 1863-ban felmerül a Hon című labba, hogy egy társaságot kellene alapítani, amely azzal foglalkozik, hogy Petőfi emlékét őrzi, gyűjti, stb. Akkor ezt ugye elvetik, de 1867 után, ha a politikai szituációt nézzük, tehát a Szabad Elvű Párt megalakulása, Tisza Kálmán elnöki kinevezése 1875 után, előáll az a politikai helyzet, ami már a kiegyezés után egy konszolidációt kezd idézni, és akkor már a hivatalos hatalmi közeg is megengedte azt, hogy esetleg a nemzeti demokratikus, a nemzeti hagyományhoz visszanyúló akár cselekedetek, események, de akár társulások vagy civil körök jöjjenek létre, és tulajdonképpen ebben a politikai szituációban jön létre 1876-ban valóban mondhatnánk pár író csoportosulása, 16-an alapítják meg a Petőfi Társaságot egy lakásban, és de már akkor már többen csatlakoznak, tehát előbb-utóbb 60 fő, és aztán számtalan tiszteletbeli tagja lesz a Petőfi Társaságnak. 1877. január 1-én megkapják az akadémia egyik dísztermét, ami egy nagyon nagy szó volt, és ugye első elnöknek Jókai Mórt választják, nem véletlenül, hát nagy népszerűségnek örvend az író, és Jókai Mór a hölgyekhez fordul, hiszen azt mondja, hogy hát kik olvasnak ma szép irodalmat, a hölgyek olvasnak, és állítólag magában az akadémia épületében olyan sok kalap volt, hogy nem nagyon lehetett látni a közönséget, meg tollak, meg kalapok, hogy valóban hát a Jókainak akkor talán még férfi szépsége, hogy mondjam, teljében is volt nagy népszerű, meg írónak is nagy népszerűsége volt. Tehát valóban egy hatalmas női közönség megy el ezekre az alkalmakra, nyilvános alkalmakra, de ne felejtsük el ez, és ez talán Jókai személyével is összefügg, aki eléggé híve volt az emancipációnak, hogy ez az első társaság, ha jól tudom, Zsuzsa, a Kisoldi Társaság nem, aki női tagokat is fölvesz, tehát nő írók is beléphetnek a tagjai sorába, tehát a népszerűségét azt hiszem, hogy ez is nagyon meghatározta. Hogyha ez a társaság nem veszi kezébe azt, hogy akkor még élő kortársaktól begyűjtsenek mindenféle relikviát, kéziratot, könyvet, emléket, akkor ma nem lenne a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, vagy még más közgyűjteményeknek, Országos Széchenyi Könyvtárnak ennyire gazdag Petőfi gyűjteménye. Gondoljunk el, hogy egy 26 évet megélt költőről beszélünk, és az egyik legnagyobb irodalmi hagyatékot tudjuk magunkénak. Tehát ez egyrészt azt jelenti, hogy mindenki mindent eltett, amihez Petőfi hozzáért, és valóban, de ugyanakkor a Petőfi Társaság tagjai ezt a gyűjtést úgy végezték, az egész országot bejárva, hogy hitelesítették a tárgyat. Csak szimbólum, mert hiszen Petőfi élni fog örökké az ő műveiben. De hiszen a vallásnak is megvan a maga írott dogmája, azért mégis szükség van templomokra, szimbólumokra, amelyeknek állandó szugeráló hatásuk van arra is, aki egyébként ritkán menekül a vallás vigasztaló karjaiba. Ilyen szugeráló hatást vár ő a Petőfi háztól. Tulajdonképpen ők felfedezték az orál historiét. Tehát azt, hogy itt elmegy egy nemzedék, a 48-nak a közvetlen átélői, és hogy valakinek föl kellene gyűjteni az ezzel kapcsolatos emlékezet történetet, tehát a közösségi emlékezetet. Tehát ezek nem tudományos dokumentumok, ugye a tudományosság az mindig az autográf kéziratot tartotta annak a végső pontnak, amit ő elfogad, amit ő befogad egy akadémiára. Ezek az emberek, ezek nagyon fontosnak tartották a személyes emlékeket, és amit Csilla mondott, a személyes hitelesítést. Tehát az én így emlékszem erre, én ezt tudom erről, nek a hitelességét is rögzítették. És ez a mai muzeológia felfogása szerint legalább annyira fontos, mint pusztán a kézzel is hitelesített, tehát a Petőfi által
írott szövegeknek, amik nyilvánvalóan korlátozott mennyiségűek az összegyűjtése. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ha nincs ez a tevékenység, sokkal kevesebbet tudnánk nem csak 48-ról, illetve a Petőfinek a, tulajdonképpen az egész élettörténetéről. Ugye azt szoktam mondani a Petőfi kutató Kerényi Ferenc, hogy 8 nap van az életéből, amit nem ismerünk, hogy hol volt. Mind az összes többiről pontosan tudjuk, hogy mit csinált, hol volt, merre járt, mit írt. Tehát ezt a hatalmas emlékezett történeti anyagot nem lett volna olyan szervezet, aki felgyűjtse, ha nincs ez a mozgalom, ha nincs a Petőfi Társaságnak ez a kezdeményezése, ha nincs a Petőfi Ház. Ugye van egy nagyon érdekes anekdota, Kéri Gyula egy újságíró volt, és amikor felgyűjti ezt a tárgyat, tehát a Petőfi szülőágyát, akkor vasúton adja föl, hogy megérkezzen Budapestre, és amikor keresgéli a csomagok között, akkor a vasutas, aki megtalálja az ágyat, leolvassa a feliratot, és valaki ákombákommal odaírta, figyelem, emberek, ez Petőfi ágya. És ugye leírja, hogy amikor elolvassák, akkor ott mindenkinek a szemében csillog a könyv. Tehát kérdés, hogy mi a hitelesség. Ez a korszakban egy nyilvánvalóan egy gesztus, egy pont, azok az emberek ezt kétségtelenül hitelesnek tartották, és annak is élték meg, és tulajdonképpen nem véletlen, hogy ez az úgymond másolati szoba, ez létrejön. Minden tárgy mellett nem csak az szerepel, hogy ők honnan szerezték, hanem az is, hogy ki gyűjtötte. Tehát így tudhatjuk, hogy a legtöbb gyűjtést Kéri Gyula, Ferenczi Zoltán, Endrődi Sándor, Szana Tamás gyűjtött a Petőfi Ház számára. Endrődi Sándor talán inkább a könyvtárat gyűjtötte, tehát még maguk is személy szerint hitelesítik azt, hogy ezt ők gyűjtötték be, és a Kéri Gyula által kiadott katalógusban ezek a nevek szintén ott szerepelnek. Vlasis Gyulának is küldenek egy meghívó levelet, aki válaszol, hogy ő sajnos nem tud elmenni, de már ebben a levélben benne lehetett az, hogy a Petőfi Ház gondolatát hivatalosan is felvetik, mert azt válaszolja Vlasis Gyula, hogy ami egy Petőfi Ház néven építendő új palotában Petőfinek és több nagy íróink erekjeinek összegyűjtését és megőrzését illeti, a terv hazafias és kulturális értékét elismerem, és készséggel hozzájárulok ahhoz, hogy egy szép gondolat bővebb megfontolás és kellő előkészítés után lehetőleg teljesülést nyerjem. Jókai Mó nem tudott elmenni az ünnepségre, idősebb korára, a tekintettel nem ment el, viszont megírt a Petőfi apoteózisát, és hát úgy döntött, hogy ezt a budai színkörben Nagy Bella fogja előadni, aki akkor még nem volt a felesége, csak majd később lesz, és ezt így írják le. Utolsónak Jókai apoteózisát szavalt el nagy hatással Nagy Bella vendég, aki szép lenge kosztümjében kiváló képességgel személyesítette Hungária alakját. Az apoteózis Petőfi szobránál játszik, amely mögött már ott emelkedik a Petőfi Ház. A dicsőítő költemény után Nagy Bellának és Jókainak, aki veje és lánya társaságában jelent meg a színházban, gyönyörű virágálványt és pompás koszorút nyújtottak föl, míg Jókai aranybabérkoszorút kapott. A folytonos tapsra és éjjelzésre maga Jókai is megjelent a színpadon, és onnan köszönte meg hajlongva az ovációt, a következő néhány szót mondva. Szeretett közönségem! A holnapi és ez a mai este legyen egészen Petőfi emlékezetéjé. Minden koszorú, amit ma költöttek, és minden babér vagy pálmalevél, amit letéptek ma, Petőfinek, ami legnagyobb, halhatatlan költőnknek és nekem egykor kedves jó barátomnak szobra talapzatát díszítse. Csak ő rá gondoljatok, minket pedig felejtsetek el. Ezt most megmutatnám akkor ezt a karikatúrát, ez még Jókai korában van, mert Jókai megtervezi a Petőfi házat, és le is írja, hogy milyennek kell lenni, tehát egy teljesen
hagyományos, nem tudom, mondjuk dóroszlopokkal díszített hagyományos múzeumépületet képzel el. Az, itt van mellette Vlasics Gyula is, középen áll Petőfi, akit invitálnak ebbe a furcsa épületbe, ott áll, nem tudom, Hungária vagy a költészet múzsája, és az van aláírva, hogy ki annyi kincset hagytál szép hazádra, szellemed új világot alkotott, méltó a fent Olympnak csarnokára, kunyhoz szülötte álljon templomod. Van házad, Petőfi, van telekszámod, révbe jutottál, fizeted a vámot. A jósors utólag sok mindent adott, de eszméd ma is hajléktalanok. Jókai és ez a generáció tulajdonképpen egy templomot képzel el Petőfinek. És ugye egy ilyen antikizáló ruhákban rajzolják le a szereplőket, tehát itt ez még nem irónia, tehát ez még a határeset. Petőfi több szinten van jelen a magyar kultúrában ekkor, például a szociáldemokrata mozgalomnak is a zászlóján ott van Petőfi neve, akik kifejezetten elutasítják ennek az úgynevezett palotának a létrejöttét, tehát hogy a nép költője, a nyomorgó, a vándorköltő figurája, az hogy fog illeszkedni egy ilyen emlékcsarnokba, tehát hogy nincs-e itt valami diszonancia. Ugye nagyon érdekes, hogy az ünnepséget, az 50. évfordulón is ez a hang, ez meglehetősen erős. Tehát Petőfinek az a képe, tehát a jogegyenlőségért, a kulturális javakhoz való hozzáférés jogáért szót emelő költőnek az imázsa, az ugyanúgy jelen van a köztudatban, csak egy teljesen másik társadalmi rétegben. Ugye ezt a vonalat képviseli a Népszava, a Szociáldemokrata párt, és az ő Petőfiük az egy kicsit másképp néz ki, mint a Petőfi Társaság Petőfije, és talán én azt gondolom, hogy a hivatalos Petőfi képtől is egy kicsit különbözik. Ugye maga az, hogy ez egy festőműterem, illetve hatalmas társadalmi eseményekre, vagy társasági életre alkalmas villa, ez egy kicsit alkalmasá teszi arra, hogy múzeumi tereket alakítsanak ki benne, hiszen itt hatalmas légterekről beszélünk. Ugye Feszti mindenféle historizáló díszlettel festett, tehát ezeknek a tér, vagy ezeknek a tárolására szükség volt helységekre, társas élethez szükség volt nagyméretű helységekre, tehát tulajdonképpen átalakítható múzeumi funkcióba. A bejáratot alakítják át teljesen, tehát építészetileg tulajdonképpen azt hiszem egyetlen elemet raknak hozzá, és megmarad ez a velencei palazzónak a képe, tehát tulajdonképpen ez nem változik jelentősen abban az időszakban sem. Az épület létrejötte, az maga generál egy hullámot, egy adományozási hullámot, és egy, ha majd megnézzük a Petőfi vagy a Petőfi háznak a belső tereit, akkor látjuk, hogy egy elképesztő tárgytömeg és egy elképesztő mai szemmel nézve zsúfoltság jön létre ebben az épületben. Kezdetektől a célkütőzés az volt, hogy mindent gyűjtenek. Tehát minden olyan ábrázolást, minden olyan képzőművészet körébe sorolható műfajtól független alkotást, ami Petőfi személyével kapcsolatba hozható. És ez az a hely, ahol nem feltétlenül az esztétikai színvonal, minőség határozta meg a gyűjtés szempontját, hanem a személy, Petőfinek a személye. Tehát itt találunk hatalmas méretű, mondjuk Madarász Viktortól származó festményt, több méter nagyságú festményt, vagy Munkácsi Mihálytól, vagy Zicsitől, vagy Székely Bertalantól, tehát nagy nevű mesterektől, de ugyanakkor bekerül ide mondjuk Szalmából szőtt Petőfi kép is, ne adj Isten szőrből készült Petőfi ábrázolás, vagy itt vannak pénzérmék, vagy olyan érmék, amin már mint plakettek, érmek, amin Petőfi ábrázolások vannak. Szobrok tömege a legjobb alkotóktól a legegyszerűbb amatőrökig. Petőfi ház létrejöttével párhuzamosan van egy magángyűjtő, aki szintén Petőfire fókuszál, és ő egy
művészettörténész, ő egy művészeti gyűjteményt hoz létre, amelynek egy részét a Petőfi Társaságnak ajándékozza, talán az egészet is neki ajándékozná, csak különböző feltételeket szab. Ez egy olyan egyedi érdekességű magángyűjtemény, ami önmagában hitelesítő. Tehát ugye a gyűjtemény egy része a Petőfi házba kerül, a gyűjteménynek egy más része ezt halála után szétszóródik, de mindenképpen egy viszonyítási pont, egy fogalommá válik a Petőfi gyűjtők körében, illetve a múzeológiában is. Mikor megalakul a Petőfi ház, akkor Ernst Lajos ajándékoz a Petőfi háznak, tehát ezeknek a nagyon gyönyörű metszeteknek, emléklapoknak, szobroknak az eredete az tulajdonképpen Ernst Lajoshoz vezethető vissza, tehát ez oda ajándékozza a Petőfi háznak, de a teljes gyűjteményért egy nagyon nagy összeget kér, nyilván beszeretné fektetni másba, és miután ezt a nagyon nagy összeget nem kapja meg, csomó mindent, amit már korábban letétbe oda helyezett, azt elvisz a Petőfi házhoz, és a saját múzeumában mutatja be ezeket a tárgyakat, tehát az Ernst Lajosnak van egy Petőfi terme, ahol tényleg a kincsek kincseit lehet megtalálni. Nagy munkával az utóbbi évtizedekben próbálja a Petőfi Irodalmi Múzeum most visszavásárolgatni különböző helyre szétszóródott Petőfi emlékeket. Ez nagyon nagy kár, hogy ez akkor nem került egy helyre. 50 kézirat és 60 képzőművészeti alkotás van. Na most ez a szám aztán később, hát Gigászi nagyságúra növekszik, ez látszik már a falakon is, ahol olyan zsúfoltsággal helyezik el a bármit, ami a birtokukban volt, hogy szinte áttekinthetetlen. Tehát abban az időben a muzeológiának ez a része még egyáltalán nem működött, amit ma annak gondolunk. A cél az volt, hogy mindent megmutassanak, hiszen ők úgy gondolkoztak, hogy ezt kaptuk ettől, attól, és az akkor adományoz nekünk újra, ha látja a nevét egy kis táblán, hogy ő volt az adományozó. Tehát ezért fontosnak tartották, hogy minél több dolog kikerüljön. Itt van előttem a megnyitó, a meghívó egész, ami együtt a belépőjegy is, ahogy a szövegre utal. Ez 1909. november 1-én kelt. A Petőfi Társaság folyóévi november hó 7-én vasárnap délelőtt 11 órakor nyitja meg a Petőfi házat Budapest, 6. kerület Bajza utca 21 szám alatt, ahová címzettet tisztelettel meghívjuk. A felavatás sorrendje a következő. Herceg Ferenc a Petőfi Társaság elnökének beszéde. 2. Gróf Aponyi Albertné született Menzendorf Pauli grófnő, a hölgybizottság elnöke megnyitja a Petőfi házat. Tehát rögtön a hölgyek újra előkerülnek. Kiváló nagyra becsüléssel a Petőfi Társaság elnöksége. Ez is a Petőfi Múzeumnak a kisnyomtatványtárában. Tehát ez a dokumentum. Mondjuk nemzetközileg próbáljuk összehasonlítani korabeli irodalmi emlékházakkal vagy múzeumokkal, akkor hogyan tudnátok értékelni a Petőfi házat? Szerintem ez egy nagyon alapvető dolog, hogy ők nem múzeumi kiállítást akartak létrehozni, hanem egy, talán azt mondanánk, egy szent tért. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ereklyeteret akartak létrehozni, és ugye ennek egy nagyon érdekes kiágazása az, hogy volt egy ingyenes nap. Ugye erről nagyon-nagyon sokan írnak, ezek nagyon izgalmasak, ezek a visszaemlékezések, amikor a hétköznapi egyszerű emberek jönnek be, és úgy viselkednek, mintha templomban lennének. Tehát azt a fajta meghatódást, azt a fajta érzelmi élményt akarja ez a tér kiváltani, amit egy templom, tehát ahol találkozik valaki a valamilyen felsőbbrendű dologgal. Tehát ez egy nagyon érdekes hatásmechanizmus, hogy hogyan, ugye a képek alapján elképzelhető, hogy ez a hihetetlen mennyiségű erekje és Petőfi ábrázolás, tehát egy terem, ahonnan mindenhonnan Petőfi néz ránk alá, tehát hogy ez hogyan hathatott a korabeli látogatóra. Herceg Ferencnek a megnyitó beszédében hangzik el az a nagyon érdekes gondolat, ugye, hogy nálunk Petőfit az is ismerheti, aki nem olvasta soha egyetlen sorát sem, hiszen Magyarországon Petőfi hangulatokkal, Petőfi érzületekkel tele van a levegő. Na most ez az a feeling, ami tulajdonképpen meghatározta ezt a berendezést, tehát valamilyen élményszerűség
a kiinduló pont. A korabeli múzeumoknak ugye inkább a műélvezet, vagy az ismereteknek a bővítése, tehát ilyen céllal látogatják a múzeumok az embereket. Gondoljunk csak a természettudományi múzeumokra, művészeti múzeumokra. Tehát az ismeretek bővítése, esetleg az ízlésnek a fejlesztése, különösen a nők esetében, tehát a művészeti múzeumoknak ilyen szerepe van. Ennek a múzeumnak kitüntetetten az a célja, hogy ezt a fajta kapcsolódást hozza létre a múlttal, kapcsolódást hozza létre Petőfinek, úgymond a szellemével, tehát a megidézésnek, és hát ma azt mondhatnánk, hogy ugye az installálás tulajdonképpen ezt a célt hordozza. Azt gondolom, hogy 50 évvel ezelőtt, 70 évvel ezelőtt egy nagy részét, ahogy Csilla mondta, leválogatták volna, amikor átveszik a múzeumot. Szerencsére nem ez történt. Tehát egy részét Gicsnek, másodvonalbeli alkotásnak minősítve mondjuk leselejtezik. Nagy kár lett volna, ha így történik, hiszen így megmaradt egy olyan tárgytömeg, ami annak a kornak a hétköznapi tárgykultúrájáról rendkívüli módon árulkodik. Tehát a Petőfi márkás savanyú víznek az üvege, vagy különböző hétköznapi... Petőfi elixír. Petőfi elixír, tehát hétköznapi a marketingnek, tehát a korabeli reklámnak a mindenféle felületei, ahol megjelenik Petőfi figurája. Tehát, hogy ezek mind ott vannak. Ugye a szobortervek például egy hihetetlen értéket képviselnek, amikor nagyon gyakran nem is tudjuk az alkotót, de egészen jó minőségű kis plasztikák születnek, amelyek azonban soha nem valósulnak meg. Ha ezeket nem gyűjtötték volna be, nagyon nagy kár lenne, hiszen egy korszaknak a művészeti gondolkodásának a különböző szintjeiről kevesebb információnk lenne. A Petőfi az elején 10 órától 2-ig volt csak nyitva, keddi nap volt ingyenes, mint Zsuzsa mondta, és elől emlékeznek meg, Kéri Gyula írja le, hogy a leglátogatottabb volt a Petőfi keddi napokon, amikor szabad a bemenet. Ez a publikum a legérdekesebb, a proletárok. Ott látható a szabadnapos postás, a rendőr és a katona mellett a munkás, a napszámos, az utcaseprő, a hordár, a cseléd és a munkásasszony apró mezitlámos gyermekeivel. És valamennyien levett kalappal Lábujjhegyen járnak, mint a templomba lennének. Megtörtént, hogy egy munkásasszony, amikor a nagy terembe lépett, kereste a szentelt víztartót és keresztet vetett magára. 909-ben nyílik meg a Petőfiház, ugye a politikai változások következtében 1911-ben már a főhercegek is meglátogatják. Erzsébet királyné udvarhölgyei rózsával borítják be a rekonstruált Petőfi szülőháznak a terét, tehát nagyon sokfajta közönség jár erre a helyre, és ez a fajta szentélyavatás azért nagyon sokakba kiváltja meg, ez a fajta marketing kiváltja az ellenhatást is, és akár mondjuk Ady Endrét idézhetnénk. Egy könyvtártermet is berendeznek, tehát tulajdonképpen egy kutatóhely is lesz a Petőfi ház, hiszen azt a sokfajta tudományos anyagot, fordításokat, könyveket, amit összegyűjtenek, azt lehetett kutatni is, tehát van egy nagyon szép könyvtárterme is a sok, hát hogy mondjam, kicsit eklektikus kiállítási tér mellett. Mikor 1990-ben megnyílik a Petőfi ház, akkor a Petőfi tárgyak mellé bekerül a Hegedűs családnak az ajándéka, Jókai Mór hagyatékrész, egy hagyatékrész, elsősorban az ifjúkorára vonatkozó emlékek. Nagyon sokan szerették volna, hogy ez Petőfi Jókai Múzeum legyen, vagy Jókai Ház legyen, hiszen joggal gondolták azt, hogy a Jókai Mór élt, és Jókainak még megvolt a teljes hagyatéka, hogy esetleg ő is azonos minőségben, vagy azonos súllyal szerepeljen legalábbis az elnevezésben. Ez nem történt meg, de hosszú, és nem akarom ezt részletezni, hosszú procedúrák után 1912-ben megállapodott az állam Nagy Bellával, Jókai Mór özvegyével, hogy átadja a köznek életjáradék fejében a hagyaték másik nagy részét. Igen, és hát tegyük hozzá, hogy változik a világ.
Tehát egy nagyon, a magyar társadalom nagyon dinamikus átalakuláson megy keresztül. Ugye, amit említettél, hogy az írók mennyire elégedetlenek itt-ott a Petőfi házzal, tehát ez a megmerevedő Petőfi figura, ez már annak a nemzedéknek, aki a Nyugatot olvassa, annak már nem felel meg. Lemond Herceg Ferenc, vagy tiszteletbeli elnök lesz a társaságban, és Pekár Gyulát választják meg elnöknek, aki előtt egy hatalmas feladat áll, hiszen 1923 a centenárium Petőfi születésének az évfordulója, és ennek a szervezése megint a Petőfi Társaság kezébe kerül, tehát ugye egy nem könnyű politikai helyzetben, egy Trianon háború és Trianon utáni helyzetben kell megszervezni a költő emlékére ezt a 100 éves évfordulós eseményt. Nagyon sok helyen jelen vannak, de magukon viselik azt a fajta konzervatív megközelítést, ami már egy új generációnak nem biztos, hogy a sajátja. 1926-27-ben a Petőfi Társaság 50 éves évfordulóját ünneplik még meg ilyen szélesebb közönség előtt, kiadnak egy kiadványt is az 50 éves évfordulóra, amit Sas Ede szerkeszt, akkor újra a figyelem a társaság fele irányul, többen belépnek, olyanok is, akik hát nem feltétlenül a magas irodalom körébe tartoznak. Itt egy, majd ha megtalálom, akkor szeretnék felolvasni egy kicsit ilyen mulatságosabb megközelítését ennek a tagválasztásnak. És a 30-as évekre sajnos már nem fogy elég, vagy nem marad elég erő ennek a magas színvonalnak a feltartására. Ennek van egy konkrét megnyilvánulása, amikor a Petőfihez gyűjteményének őre Komáromi János összeállít egy hát úgy mondjam, jelentést a társaság számára, és ebben a jelentésben nem akarom teljesen részletezni, de azt írja le, hogy nem alkalmas már minden részlete a tárgyaknak az őrzése, nem tudják biztosítani azt a fajta, mondjuk most mai szóval azt mondom, állományvédelmi közeget, ami hát megfelelne ezeknek a magas szintű gyűjteményeknek, és éppen ezért a főváros kezelésébe kerül újra, vagy állami kezelésbe kerül. Azt szeretném még hozzátenni, hogy az 1923-as évfordulónak, ugye Csilla elmondta, hogy micsoda nagy energiákat fektetnek az ünneplésbe, a magyar kultúrában a szöveges emlékezet helye ennek mégis a Babicsnak a Petőfi koszorúi. Tehát hol a szem szemével farkas szemet nézni, ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát, illetve a Nyugatnak a Petőfi száma. Tehát ezek már ez egy olyan karakteres irányvonal, ami határozottan szembe helyezkedik a Petőfi ház féle ünnepléssel, illetve a hivatalos ünneplésnek a módjával, a hivatalos ünneplésnek a kereteivel. Tehát elindul egy nagyon másik vonal, egy nagyon másik Petőfi kultusz. Itt a figurának az újraalkotása kezdődik el tulajdonképpen egy egészen más közegben. És ugye talán elérkeztünk egy fordulóponthoz 1944-45-tel. A hosszú álom után a Petőfi házat bombatalálat éri, és bár előzőleg összecsomagolják az értékes anyagokat, tehát ládákba kerülnek és mentik, de azért a nagyméretű tárgyak, a nagyméretű műtárgyak jóvá tehetetlen károsodást szenvednek. És innentől kezdve egy új történet kezdődik, számunkra nem negatív kimenettel, hiszen a magyar főváros végigmenteni próbálja ezt a tulajdonképpen hatalmas kincset, műtárgyvagyont, és nem kerül Ebek 30 adjára. Igen, a nagyon nagy szerencse, hogy a Fővárosi Múzeumhoz kerül
A háború után ez egy gyűjtemény, és ott hát kiváló muzeológusok dolgoznak, akik felismerik azt a felelősséget, hogy nekik itt feladatuk van. A háború alatt tudjuk, hogy a halászbástya egyik bástyája alatt őrizték, illetve mentették a legjelentősebb kéziratokat, illetve itt a Károlyi Palotában is a Petőfi Társaság egy anyagrésze el volt helyezve. És a háború után pedig a Budapest Történeti Múzeum munkatársai elkezdik újra leltározni az anyagot, a Jókai gyűjteménnyel kezdik ezt. Majd a fővárosé ugye a Budapest Történeti Múzeum, a Petőfi házi anyag az állami tulajdonban marad, és 1954-ben egy miniszterelnökségi rendelettel megalakítják a Petőfi Sándor Irodalmi Múzeumot, tehát a fővárostól egy önálló múzeum kezelésébe kerül át mindaz, amit a Petőfi Társaság megőrzött, ami a Petőfi házban volt, amiben oda gondoljuk a Petőfi hagyatékot, a Jókai hagyatékot és a Petőfi Társaság tagjainak oda bekerült gyűjteményi részét is, de akkor már az aktuális kulturpolitikai, ideológiai meggyőződésből ezt a múzeumot elkezdik a Magyar Irodalom Múzeumává fejleszteni, hiszen megvásárolnak József Attila hagyatékrészt, Adit, és így fokozatosan a Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum Petőfi Irodalmi Múzeumává válik, és mind a mai napig az egész magyar irodalom gyűjtőhelye lesz határon túl, innen is túl, úgyhogy most is itt tartunk, úgyhogy reméljük, hogy ezt a hagyományt lehet, vagy viszik tovább az utódaink.